Nagy szeretettel köszöntöm a sajtótemérkőzés utáni sajtótájékoztató résztvevőit, szeretném bemutatni vendégeinket, Mosolymagyaróvár csapatát, a Horváth Bernadettet és Gyurka János vezetőedzőt, hazai oldalról pedig Pődör Rebekát és Marosán György vezetőedzőt. Összor a vendégek játékosát szeretném megkérni, hogy értékelje a találkozót. Nagyon nehéz mérkőzés volt, nagyon sokat készültünk a Szombathelyre, azt gondolom, hogy a Szombathely egy nagyon kellemetlen ellenfél, és ahogy a tabella mutatja, én azt gondolom, ez nem reális. Nagyon sokat készültünk rájuk, tudtuk, hogy milyen játékos állománnyal rendelkeznek, de azt gondolom, hogy amire készültünk, azt meg tudtuk valósítani, úgyhogy örülünk neki, hogy idegenből is el tudtuk hozni a két pontot. Először is a Gyurinak szeretnék gratulálni, rendkívül jó felkészítette a csapatát. Erre készültünk, egy nagyon jó mérkőzést játszottunk, nagyon jó tempót ment mind a két csapat. Az volt a célunk elsősorban, hogy a kompakt védekezéssel tartsuk kézbe ezt a mérkőzést, mint ahogy látható is volt, hogy az elejétől a végéig tudtunk vezetni. Magas tempót, gyors kontrákat, az átmenetek gyorsak voltak, meg tudtuk valósítani. És így megszerezte a védelem a biztonságot is, amit már a második félidőben az is megmutatott, hogy a egészen a távoli zónákba tudtunk már eredményesen és hatékonyan védekezni. Ezzel valamennyire a faltok számával, hát 40 fölött már nem tudom, hogy mikor tudtunk faltolni. De igazából ez volt a kulcsa ennek a győzelemnek, ami számunkra rendkívül értékes. És tudtuk, hogy ez egy nehéz mérkőzés lesz, mint ami látszott is, hogy valójában az utolsó végjátékban dőlt el a mérkőzés. Tudtunk a vonalról gólokat szerezni, ami számunkra rendkívül fontos volt, tudtuk a játékunkat szervezni, és a hatékonysága megfelelő volt. Ami javítanunk kell mindenféleképp, az 15 hibát vétettünk a lerohanásban, és technikai hibák száma 15 volt. Ezeket mindenféleképp szeretnénk a jövőben még pontosítani, erre szükség lesz, hogy még hatékonyabbak tudjunk lenni. De a lőtt gólok száma és az a koncentrált játék, amit a csapat mutatott, az már a bemelegítésnél látszott. Látszott, hogy tudatosak, látszott az, hogy fejben is felkészültek magas teljesítmény, és az egységes csapat teljesítmény és az eredményesség céljának az elérésével. Úgyhogy gratulálok a lányoknak, büszke vagyok, és készülünk tovább. Köszönöm szépen az elismerő szavakat a Gyurásztól, és természetesen gratulálok a győzelemhez. Hát egy nagyon jó csapat ellen játszottunk, ezt tudtuk előre, és nagyon sokat készültünk, akár a védelem, különböző védelmeien, az 5-1 ellen, a 6-0 ellen. Még 5-1 ellen nagyobb hatékonysággal sikerült megoldjuk, mint egyébként szoktuk, illetve hát az őszi mérkőzésem. Küzdöttünk, hajtottunk, de sajnos most nem jött annyi extra teljesítmény, ami eltüntette volna ezt a tudáskülönbséget, ami a két csapat között van. A kettővel arrébb ülő hölgy nevét nagyon sokszor említettem a héten. Nagyon készültünk a beálló körüli védelemre, sajnos így is extra teljesítményt nyújtott, személyesen neked is gratulálok ehhez. Dolgozunk tovább, tehát nem dőlünk a kardunkba, nagyon szerettünk volna győzni, én úgy gondolom, hogy ez azért átjött mindenkinek, de nagyon sok meccsünk van még, és ezeken a mérkőzéseken pedig újra lesz pontszerzési lehetőségünk, ami nekünk a bemaradásunkat jelentheti, pontokat sok kell szerezzünk. Harcolunk, dolgozunk tovább, nincs nagy baj. Tehát azért a Vác ellen is múlt héten nagyon biztató jeleket láttunk, én úgy gondolom, hogy ma is. Mondom, a két csapat nem ugyanazokért a célokért küzd. Szomorúak vagyunk, hogy nem nyertünk, de majd most fogunk játszani a csapatokkal, akik ugyanolyan célokért küzdenek, mint mi, és ez kell, hogy maradjon, ugyanígy lobognia kell a tűznek a szemekbe. És rendben leszünk. Köszönöm szépen, sok sikert kívánok a Mosolymagyaróvárnak. Hát először is nagyon jó volt játszani végre, úgyhogy szurkolók is voltak, és úgy gondolom sikerült nekik néha azért átlendíteni minket a nehezebb szituációkon.
mint ahogy Gyuri is elmondta, a Mosonmagyaróvár tényleg idén nagyon jó szezont ment, és nagyon sokat készültünk rájuk. Úgy gondolom, hogy egy jó mérkőzést játszottunk, ugyanúgy, mint múlt héten, és megyünk tovább, hiszen nekünk nagyon fontos meccsek lesznek a következők, ahol muszáj pontokat szereznünk.